Na jó reggelt, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szevasztok, szevasz Fire King Bunkátomi, jó reggelt, kívánok Martin XSL, jó reggelt, Mr. Gábor, hatalmasat tisztelt az úrnak, és Cole, köszönöm szépen, nagyon a harmadik hónap Prime-os szubot, köszi, köszi uram, és áldjon meg a bozsoki szüzanya, akár csak téged is, Krokika, köszönöm szépen a 23. hónapot Jézus ereje, köszi szépen, köszi, köszi, és nagyon-nagyon köszi, és... Hello, kedves Kacsa, Kátomi, valamint üdvözlet neked is, Stumme, Noel, Sledex, Hun, Farkas Gabi, Bengal Tiger, Turai, Szevasz, és Lejtó Hun, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 12 hónapot, egy éves lett a művész úr, nagyon szépen köszönöm, tapsoljuk meg őket, hatalmas nagy tisztelet az uraknak, és köszi szépen a támogatósági hajlandóság egekbe emelését, köszi, köszi. Jó reggelt Purgatory Girl, kezit csókolom, akárcsak Farkas Gabinak, jó reggelt Hun, valamint Sledex, Gyenes, Enok, jó reggelt kívánok, Davidus, Bíroland, Metal Pékpók, Biggie Boy, jó reggelt Nefin, kezit csókolom, Viridiana, kész csókom, Detto, Szevasz, és Giza, az a jó reggelt neked is, Eco Gamer, köszöntünk téged is nagy tisztelettel és szeretettel, Real Sajd, valamint Balika, Bérudolf, Máté Evangéliuma és Óli, hatalmas egy tisztelet, üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, üdvözlet a tanuló ifjúságnak, szevasztok és kellemes reggelt mindenkinek, készültem témával lesz is, nem akármilyen, összeszedtem néhány cikket. Reggel mindig úgy szokott kezdődni a történet, hogy leülök és... Hát böngészem a hírportálokat, és meglehetősen nagy műgondot fordítok a helyi történésekre, de majd ebbe mindjárt belemerülünk később. Remek volt a tegnapi stream, a Someday You Return, tovább haladtunk a sztoriban, körülbelül a felénél járunk, számításaim szerint osztottam, szoroztam, előcsaptam a zsebemből a menedzser kalkulátoromat, és kiszámoltam, hogy körülbelül 2 stream lesz még belőle, úgyhogy ez a harci helyzet. Meta, jó reggelt kívánok, és Netlovag, köszöntünk téged is nagyon nagy szeretettel, kitörő lelkesedéssel itt a gondatlanságból elkövetett streamek lelőhelyén. Szevasztok! Jó volt a Someday You Return, fogjuk is folytatni még, elvileg a menetrend az él, de az is lehet, hogy a csütörtöki mozaikot lecseréljük a Someday You Return-re, és akkor befejezzük. Tehát ez lehet, hogy indokolt, és hamarosan jön a menítőr, cápával fogunk menni, meg embereket eszünk. Úgyhogy ez a játék nem lehet rossz. Hát miért nem? Minden esetre nagyon jó ez a Someday You Return. Nekem rohadtul tetszik, teljesen különleges, van egyfajta világa a dolognak, ami szerintem egy kicsit ilyen misztikus, de mégis érdekfeszítő. Olyan szempontból, hogy nem, nincsen benne nagyon üres járat, kivéve akkor, amikor eltévedünk, ugyebár. De hát azt hála az égnek kiválóan sikerül orvosolni nektek köszönhetően, mert nagyon segítőkészek vagytok, ezúttal is köszi szépen. A tegnapi nap folyamán majdnem kitört az ablak. Vajon, és teszem fel a kérdést, mert biztos, hogy tudjátok, vajon minek köszönhetően tört ki majdnem az ablak? Kik tehettek erről? Most ezzel sokat segítettem, hogy kik. Jó reggelt, Cuticorn, és Dominoob, szevasz, és Vanescu, jó reggelt kívánok. Vajon kik tehettek arról, hogy majdnem kitört az ablak? Kik voltak azok azok? Nem én voltam. Jó, azt tudjuk, hogy nem te voltál, Nyugi, azt tudjuk, hogy nem te voltál, ez egészen bizonyos, hogy nem te voltál. De nem a harci csirkék kezdtek vele elképesztő száncsapásokba, és vitték ki majdnem az ablakon. Vajon nem is a pomogácsok, nem a vérszívók, a galambok közrejátszottak. Lehet, hogy te már tudsz valamit, Fire King Boom. Azok a bestiák, hát igen, lehetne őket így is illetni. Nem a részfaszú bagony, Nyugi, nem. Hát természetesen a macskák. A macskák voltak azok az együgyű jószágok, akik tulajdonképpen délutáni siestájukat töltötték az ágyon, ketten egymás mellett, cukik rettenetesen. Viszont megjelent, az ablak előtt van egy ilyen kis korlátszerű valami itt a panelekbe is. A lényeg, hogy erre a korlátra rászállt egy galamb. Gyenes Eónok sejti, hogy mi történt. Igen, rászállt egy galamb. Na most ezt a két macska megneszelte, egyből tudjátok, amikor így fölkelti valami az érdeklődésüket, akkor hirtelen így kitágul a pupillájuk, ugrópózt vesznek fel, és arra mentem be konkrétan, lelőttem a streamet, nem tegnap este, hanem még délután. Arra mentem be, hogy konkrétan, ahogy benyitok, abban a pillanatban a két macska
egy hatalmas ugrással az ablak felé röpülnek. Láttam a kettő macska testét, érted, így mentek, érted, mint a megállíthatatlan tűzgolyó, érted, így löveltek kifelé, és olyan elemi erővel csapódtak neki az ablaknak, hogy azt hittem, hogy kitörni. Most ugye mind a kettő ugye fejjel levette az ablakot, és hát meglepődötten tapasztalták, hogy itt nem tudnak keresztül röppenni, és konkrétan akkorát csattantak, hogy azt hittem, hogy törik az ablak. Aztán utána leestek, szépen lepotyogtak, leütöttek minden gyerekjátékot, ami létezik a környezetükbe, és meg is ijedtek, hirtelen elfutottak, mert olyan bátor vadászok, hogy ugye nekiíramodnak, nekiugranak az ablaknak, és hirtelen lecsorognak róla, így folynak lefele, mint a falra hány borsó. Hát igen, igen, igen. Hát ez hülyébbek már nem lesz, vagy legalábbis ebben reménykedünk, igen. Tehát ezek a macskák, ők azok. Együgyű jószágok, szépek, dorombolnak, szeretjük őket, de hát azért sokat nem kell várni, maradjunk annyiba. Tehát így történt a tegnap délelőtti stream utáni időszak. Viszont hoztam nektek valamit. Nem ajándékba, de gondoltam, hogy közreadom. Mindig úgy kezdődik a reggel, hogy olvasom a híreket, és tényleg nagy műgonddal nyálazom végig a helyi híreket, legfőképpen a... Hát nem is mondom, hogy melyik hírportálról, mert borzasztó. Minden esetre az első cikk, amit mindenképpen gondoltam, hogy megmutatok nektek, és akkor utána már jött a többi magától, az a következő dolog, figyelj, olvasom, ez a szalag cím, balhé a vásárcsarnoknál karalábéval dobta meg a biztonsági őrt. Akkor most ezt fejtsük meg együtt, hogy vajon ez mi lehetett. Tehát, hogy mi történhetett itt? Tehát, ugye hatalmas szalagcím, botránya, piacon, hát ugye Baranya megye mindig egy ilyen kis fura település bizonyos szempontból, mert megmondom őszintén, ez egy ilyen külön, mint egy távoli bolygó olyan. Mint egy távoli bolygó, körülbelül így kell elképzelni a dolgot, és megmondom őszintén, én nem feltétlenül szeretek itt lakni, de most már nem akarok sehova se menni. Tehát maradjunk ennyibe. Lényeg a lényeg, hogy nem tudom, hogy mi történhetett, vagy mi volt itt a szituáció, de karalábéval dobta meg a biztonsági őrt a vásárcsarnoknál az úriember. Miből kifolyólag? Mi lehetett az ügy? Fejtsük meg, azt mondja. Figyelj, várjál, olvasom. Karalábéval dobta meg egy férfi a biztonsági őrt a pécsi vásárcsarnokban. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába szeptember 6-án 6 óra 30 perckor egy férfi tett bejelentést arról, hogy néhány fiatal botrányosan viselkedik a vásárcsarnokban, és egyikük egy karalábéval megdobta a biztonsági őrt. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a több férfiból álló társaság előbb lángosokat dobált az egyik büfé előtt, majd amikor a biztonsági őrök kikísérték őket a csarnokból, egyikük vásárolt egy karalábét. Tehát erre még volt ideje. Majd megdobta vele az egyik biztonsági őrt. Az őr nem szenvedett sérülést. A rendőrök a helyszínen elfogták a garázassággal gyanúsítható 21 éves helybéli férfit, majd előállították és kihallgatták gyanúsítottként, tettét beismerte. Na most szeretném megkérdezni, tehát hogy milyen buli lehetett ez? Tehát mert hogy valahonnan jöttek és egyetemisták voltak, az hódziher szinte. Police.hu-t olvassak, egész nap azon röhögtök? Azt nem szoktam olvasni, megmondom őszintén. De ott legalább jó a lángos. Ez mondjuk jogos, ettem már én is ott, is meglehetősen fincsi, viszont nem nagyon értem a szituációt. De ez még mind semmi, ez még csak a bemelegítés, rácok. Olyan cikkeket találtam, hogy azt hittem, hogy megmegyek. Hát biztos, hogy volt valami shadow threat. Tehát ez egészen bizonyos. Láttam egy nagy videót, ahol gyors nekikészülés után a macsak hatalmasat tanja. Ja, ugye ezt még a macskákra írta. Abszolút, hát persze, nyilván együgyű országok, ez tény és való. Különös kegyetlenséggel elkövetett hivatalos személy elleni karalábézás. Hát igen, ez egy új kategória, ezt megjegyezzük. Szóval ne karalábézzatok, és ne viselkedjetek így, mert hát milyen dolog ez. Tuti fix, hogy valami randalírozás volt a háttérben. Szigyár, köszönöm szépen nagyon a követést, és Slivka János, neked is köszönöm szépen. Peti, nagyon szépen köszönjük, és Tomika, valamint Tamás, Benya, és Tablet Kecske, köszönöm szépen neked is a követést. Hello, vegánok voltak, és bosszúból dobták meg az őrt, mocskos húshevő gyilkos. Fúj! Valószínűleg igen. Valószínűleg ez történt. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy aktivisták voltak, nem? Akik, hát, na, próbálták véghez vinni ördögi tervüket, aztán végül nem sikerült, mert lekapcsolták őket, de milyen szer hatása alatt lehetsz te, érted, hogyha karalábéval kezdesz el dobálózni? De most mi történhetett az emberek elméjében? Jó ötletnek tűnt? Vagy micsoda? Tényleg hallottatok már olyan, vagy láttatok már olyan cikket, ami esetleg hasonló jellegű? Vagy
szénél röhögöd magad rajta, és nem igazán érted, hogy mi történt? Mert hogyha, ha igen, akkor azt küldjétek be nyugodtan, ezt megköszönöm. Volt már ilyen veletek? Nekem női ismerősöm mondta azt, hogy a police.hu-n az a rovat, amiben mutogatják, kiket köröznek, azt mondta, jobb, mint a társkereső, mert jobb... Jézus már, igen? Hát azért megmondom őszintén, onnan azért nem szemezgetnék a hölgyek helyébe. Tehát most nem azért, de túlzás. Túlzásnak érzem egy kicsit. Ati, jó reggelt kívánok, jó reggel. Igen, vigyázz, mit kérsz. Pontosan, pontosan. Na, szóval ez volt az egyik, itt megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi történhetett, de szeretném tudni. Tehát ilyenkor szeretnék elbeszélgetni az illetőkkel, hogy vajon miért történt, ami történt. Az internet sok részén megfordulok. Hát, nagyon helyes, nagyon helyes. Az ilyen cikkekből akartam beszélős műsort indítani a csatornámra, csak semmi ismerősöm nem ért rá. Hát igen, általában ez szokott lenni. Én is szeretnék olyan játékokkal játszani, amiben legalább 4 ember kell, de hát nem igazán vagyunk annyian, sose, mindig, hogy ráérjünk. Na, szóval ez volt az egyik karalábézós történet, megmondom őszintén, nem tudom hova tenni. Viszont a legnagyobb kedvencem az most jön. Most figyelj, targoncával lopják az utaskísérők a szendvicseket. Az utasellátó vezetője szerint maffiává szerveződtek a beosztottak. Maffiává szerveződtek a nyugdíj előtt álló utaskísérők. Targoncával lopják ki nagy tételben az utasoktól ellopott szendvicseket. Lényegében ezzel vádolja beosztottjait Mészáros András, a MÁV utasellátó vezetője, írja a blik.hu szerdán. Most ezt nem a Blikről olvastam, tehát még mielőtt ez a vádér. Szeretnék elhatárolódni. A vezető feljelentést tett a Józsefvárosi Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán. A háló és fekvő kocsikon utazó utasoknak különböző szintű ellátás jár, amely étel-ital felszolgálást is magába foglalja. Tudomásomra jutott, hogy az ellátmány egy részét nem osztják ki, és a fel nem használt árut az út végén eltulajdonítják. Írja feljelentésében Mészáros, az utasellátó vezetője szerint az utóbbi időkben ezeknek a termékeknek az eltulajdonítása szervezett kereteket kezdett tölteni, az út végén egyes dolgozók fel nem használt árut targoncával vitetik a Budapest keleti pályaudvar melletti Kerepesi úti parkolóba, tehát megszervezték, érted, nem szaroznak, megszervezték. Tehát konkrétan ehhez képest az Ocean's Eleven az kutyafasza. Ezt komolyan mondom. De most gondold el, érted, hogy kitalálják, hogy hát figyelj, hallod, alacsony a fizu amúgy is. De ezekkel a szendvicsekkel csak lehetne kezdeni valami. Nem eszik meg, nézd meg, vigyük már haza, jó lesz a gyereknek. Biztos, hogy megeszi. Az uramnak is ízlik. Na és akkor mondják, érted, hogy hogyan kellene ezért megoldani ezt a feladatot. Targoncával vitetik át Budapest keleti pályaudvar melletti Kerepesi úti parkolóba, onnan saját gépkocsijukkal szállítják el. Azt a betyár mindenét. A szendvics maffia, nem? Tehát így látom magam előtt, érted? Állnak ott, érted, mint a keresztapába ott a nagy asztal, meg mit, hogy simogatja a macskát közbe. És akkor mondja, hogy na, ma mi volt? Húsos szendvics? Vagy micsoda? Ez borzalmas. Szendvics maffia. De nem nyugdíjasokról van szó, Óli, haló. Tehát nem nyugdíjasokról van szó, ezek alkalmazottak a MÁV-nál, ez egy nem tudom hány éves cikk, tehát gőzöm nincsen, nemrég találtam. Nekem az anyukámnak ugyanolyan neve volt, mint egy bűnöző nőnek, és a 18-20 éves lányokat vitt el, akiknek azt ígérte, hogy házat biztosít meg. Hát, na igen, ez elég kellemetlen tud lenni. Hát volt a repülős, hogy hívták? Repülős, volt egy ilyen besúranó tolvaj. Besuraló tolval hölgy, aki repülős, hogy hívták? Gizi? Gizi, ugye? Gizi? Na igen, igen, igen. Na most ő mit is csinált pontosan? Tehát mit csinált Gizi? Mert elvileg ő már ha jól tudom, akkor tisztességgel megöregedett. Nem tudom, hogy a 60-70-80 év körül lehet, vagy ezt most a fene se tudja. De egy kicsikét világosítsátok meg elmémegét, hogy mi volt repülős Gizivel? Tehát ő mit csinált pontosan? Én azt várom, hogy betiltsák a műanyag zacskót, és majd titokban keleti sarkán lesz a nyugdíjasok között a cuccát. Édes Istenem. Édes Istenem. Ugye ezt tudjuk nagyon jól, hogy nagymamáink mindennél jobban védik a saját
műanyag étel dobozkákat. Tehát illetve a saját műanyag étel dobozkáikat. Tehát ezt ugye tudjuk, ugye? Tehát hogyha mondjuk véletlenül úgy jártok, hogy kapjátok a vasárnapi pörköltet mondjuk, elhozzátok haza egy ilyen műanyag tégelyben, azt mindenképpen vissza kell szolgáltatni, srácok. Tehát olyat nem lehet. Azt nem lehet, hogy te véletlenül megtartod, véletlenül ott marad nálad, azt felejtsd el, mert eltelik 2 hét, és akkor először csak ezek a finom utalások jönnek, hogy ja, és amúgy mi újságban vagytok, az ételhordót azért visszahozhatnád, és amúgy jó vagytok, meg minden oké. És akkor tudod, mindenképpen vissza kell szolgáltatni, mert nem tudnak eltekinteni tőle. Gyakorlott besúranó tolvaj repülős Gézi az 1950-es évek óta volt ismert a rendőrök előtt, több mint 20 alkalommal ítélte szabadságvesztésre a bíróság. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy ilyen sorozatos történet volt, amiről hát nem igazán sikerült leállni a művésznőnek. Összesen 40 évnyi börtönbüntetés kapott, amiből 17 évet leült, 2017 augusztusában Tatabányán fogták el legutoljára, 6-szor szabadult közkegyelemmel. És Wikipédia cikk szól róla, basszus. Megőrülök. Belföldi repülőjáratokon közlekedett. Hát azért nem akármi. Hát nehogy az legyen érted, hogy ökörítő fülpösön lopcsak, hanem hát nyilván az ország különböző pontjai, hogy ne legyen annyira felderíthető a történet. Szevasz, Csirkecsecs és Szevi Hókész, jó reggelt kívánok! Egyszer nem vittem vissza, és jött is egyből a szendvics maffia. Csúnya eset. Hát na ezt mondom, vigyázni kell a szendvics maffiába. Visszatérve a szendvics maffiára, azt mondja, hogy Mészáros megpróbálta posztos rendőrök segítségével leleplezni a szendvics maffiát, de nem járt sikerrel. Az utasok szeme láttára pakoltatta ki 2 rendőr az egyik utaskísérő táskáját, szendvics után kutatva, ám sonkás zsemlék nem kerültek elő. Tehát nem sikerült rájuk bizonyítani, tehát azért ennyire szervezettek és profik voltak. Nevük elhallgatását kérő vasutasok a Blicknek azt mondták, hogy a főnökök koncepciós pereket gyártanak. Hoppá! Tehát az még csak hagyján érted, hogy mindenki tudja, hogy van ez a jelenség, hogy ellopják az utasok szendvicsét, meggyanúsítják őket, de nem hogy védekeznek, visszatámadnak, érted? Elképesztő. Nagyon, nagyon gyakorlottak, és tudják, hogy mitől döglik a légy. Az utasellátó központjának vezetője nem tett rendőrségi feljelentést, sem szervezett bűnözés, sem pedig szendvicsek eltulajdonítása miatt. 2 volt munkavállaló ellen folyik jelenleg rendőrségi eljárás, csalás gyanúja miatt állították annak ellenére, hogy a rendőrség megerősítette, tudnak a feljelentés. Édes Istenem, atyám. Hát komolyan mondom, őrület. Hát igen. Tehát ez a professzionális maffia, érted? Tehát biztos, hogy van közöttük omerta. Tehát ezt azért leszögezhetjük. Tudjátok, mi ez az omerta, amikor nem beszélnek. Tehát bármi történik, akár halállal fenyegetik őket, mit tudom én, bármi, akkor sem szabad beszélni, ugyebár. Nem szabad. Ez az omerta, ugye? Még annak idején csak, hogy így aktuálisra vegyük a figurát. Tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor a Mafia 1-ben is volt egy olyan chapter, ami az omerta nevet... Vagy nem az egybe volt? Tehát ezt most hadd ne tudjam. A Mafia egybe talán. Volt egy olyan chapter, aminek az volt a neve, hogy Omerta. Ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos. Szevasz Déron és Armin Joe, jó reggelt kívánok. Hello, hello. És Marci vagyok. Hello. Köszöntük téged is nagy szeretettel. Az a baj, hogy így már félni fog a konyhában, mert jönnek védelmi pénzt szedni a gyártott szendvicsek után valószínűleg. Igen, turai. Jó reggelt, portyázó. Azt, hogy a honvédségnél nálunk sem találták meg a... Hiába jöttek vissza 2 perc múlva, már nem volt sehol. Hát igen, trükkösek vagytok ti is, igen. Hát ha beszél, akkor meg mennek a felhalmozott zsömlekészletekért, és nézheti magát, mit tesznek. Hát bizony. Biztos vagyok benne, hogy azért fogva vannak. Fogva vannak a maffiatagok, ez egészen biztos. Valamivel sakba tartják egymást, ez egészen bizonyos. Nova papa, jó reggelt kívánok, hello. Semmi gond, Máté Németh, beírtuk a tájékoztató füzetbe, anyuva tessék üze aláíratni, aztán hoz vissza holnapra, köszi. Hát körülbelül így néz ki. Milyen karórám van? Hát ilyen fehér a számlapja, és ilyen sötét a... Szeretem az órákat amúgy. Van egy ilyen meglehetősen durva perverzió, mint az órákkal kapcsolatban, hogy nagyon szeretem őket, de tényleg mindig szoktam nézni az aktuális kínálatot, ugye a jobb márkákból, és akkor mindig eljátszok a gondolattal, hogy milyen szép is lenne egy 3 millió forintos Omega karórában pózolni a harci csirkémmel, mondjuk
a lemenő nap fényénél, mondjuk Miami Beach-en. Tehát, és akkor eljátszok ezzel a gondolattal, de igazából hát nem sose sikerül beváltani ezeket az álmokat, úgyhogy igen, tájékoztató füze. Mi ezt nem hallottad még? Köszönöm szépen, Szelon. Hát igyekszik az ember, de aztán végül ugye mindig ez van belőle sajnos csak. Hallotta írt, hogy készül egy új játék, a Mafia 4 Railroad Sandwich Story? Nem. Nem, ezt nem hallottam. Inkább elektronikus, arra nagyobb az esély, hogy látj, az mondjuk, na mondjuk ez igaz? Azért most már nem lehet annyira trükközni a tájékoztató füzettel, mint annak ideje, hogy átjavítod a jegyet, mert mitől megnézel az elektronikus naplóba, aztán csókolom anyát, tetsz a kész lebuktál, nincs értelme. Mondjuk ez a pozitívuma megvan. Na mindegy. Na várjatok, jöjjön egy újabb cikk, mert ezt is találtam ezek mellé, azt mondja. Hát ez eléggé alpári módon van megfogalmazva, de ettől most tekintsük el, kell, hogy értsük a szituációt. Azt mondja, miért ébredtem arra, ez a cím a cikknek. Miért ébredtem arra, hogy tiszta szar minden körülöttem? Kérdezte a pasiját, a fiú pedig válaszolt. Na most tulajdonképpen az alapsztoria következő. A kisasszony arra ébredt, hogy párja nincsen sehol, elment dolgozni, mit tudom én, a bolha piacra, vagy hadd ne tudjam, és konkrétan, hát diszkrét barna foltok borítják a lepedőt, a takarót, a párnahúzatot, és ugye egyáltalán, vajon mi történhetett? Ugye? Vetődik föl a kérdés. Vajon mi történhetett? Nektek egyáltalán van elképzelésetek, hogy mi lehetett az ügy mögött? Mert amikor ezt így elkezdtem olvasni, akkor megmondom őszintén, számos szebb-szebb gondolat jutott eszembe, hogy vajon mi lehetett, ugye? Hát mondhatnánk, de nem mondjuk. Vanádi, nem mondjuk. Kiömlött a kakaó, de hát ez nem így ömlik ki. Tehát én megmutatnám nektek a Twitter posztot, már amennyiben ezt engedi engedik lehetőségeink. Hát szóval így konkrétan ez volt itt. Most a következő dolog történt, hogy csoki csillagokat rakott oda a fickó, hogy ezzel megörvendeztesse párját, ugye? Meg akarta örvendeztetni ugye a művésznőt. Nem igazán sikerült a dolog, ugyanis a melegtől megolvadt ez a matéria. Na most azért megmondom őszintén, nem lettem volna a lány helyébe. Képzeld el, hogy arra ébredsz, hogy érted, a pasi sehol, körülötted meg tiszta szar az egész szoba, meg minden. Na most, ja persze, mondhatnánk, hogy nyilván ez a hozzáállás, hogy sose nem jó semmi se, hát persze, de nem mondjuk. Most gondolj vele abba, hogy mondjuk egy ilyen szituációba kerülsz, és nem tudod eldönteni, most ez valójában te voltál, vagy a párod, vagy ki volt. Szép a szerelem, igen, mondhatnánk ezt is, de hát igen, csoki volt, mint kiderült, és így diszkréten megolvadt, szegény művésznő meg nem igazán találta meg ugye a helyét. Annyi olyan hülye cikket találtam, hogy az valami borzalmas. Várjál, hol van? Ja tényleg, jut eszembe, mert most láttam egy olyan cikket is, ami arról szólt, hogy a fickó otthagyta a kézigránátot, amit ugye kifordított a földből, mert lejárt a munkaideje, és csak a munkaidő következő szakaszában értesítette a rendőrséget, ami miatt ugye jó fel is jelentették, robbanóanyaggal, meg lőfegyverrel való robbanóanyaggal való visszaélés, vagy valami ilyesmi volt ugye a vád. Most eszembe jutott az a két figura, hát egy csirke harci ordítást visének egészségedre, uram, eszembe jutott az a két figura, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, még annak idején lehet, hogy beszéltünk is róla, vagy fölvetődött ez a hír, hogy két figura a... Mit is csináltak? Várjál. Tehát, hogy második világháborús robbanó anyagokból, gránátokból, meg lövedékekből állítottak elő, ha jól tudom, ajándékokat. Tehát, hogy ilyen szuveníreket csináltak, ilyen hatalmas nagy... Mi ez a zene? Valami meditációs gyakorlathoz van ez? Vagy mi a radairos sem? Na végre. Na, inyaz, hát egészségedre neked is... Na, szóval szeretném befejezni a sztorit. Lényeg a lényeg, hogy szuveníreket állítottak elő robbanó anyagokból, meg tehát ilyen mi is volt az? Ilyen gránátokból meg, és most eleve nem tudom, hogy ki a bánatnak fordul meg ez a fejében, de most őszintén, tehát hogy mit tudom én, egy
egy kézigránátot elképzelsz, aminek ki van ugye vágva a belső része, és akkor bele van rakva egy szívecske, mit tudom én, így pirosra belerajzolva, és akkor oda van írva, hogy szeretlek Erzsi, és akkor ezt mondjuk átadod a párodnak. Hát szóval érted? Tehát nem tudom, hogy ki az, aki... De volt erre kereslet? De most komolyan. Na mindegy, és konkrétan arról számolt be a rendőrfőkapitányság, hogy robbanás történt a nem tudom melyik utcában, a ki tudja hányadik emeleten, ugyanis ez a két úriember a robbanó anyagot a gáztűz helyen hevítette. Na most milyen célból? Tehát, hogy ezt fejtsük meg, legyetek kedvesek, ezt fejtsük meg, hogy ki az az őrült, aki a robbanó anyagot, érted, vagy a gránátot, elkezdi hevíteni, melegíteni a gáztűz helyen. Milyen célból? Ugye? Vetődik fel a kérdés. Most az úriemberek állítása szerint ugye csak akkor szedhető szét ugye a robbanó szerkezet, illetve az eszköz, hogyha fölmelegítik. Na most ugye azt gondolták ezek a nagy tudásúak, hogy valószínűleg ez az eszköz, ez a robbanószer, ez már hatástalanítva van. Most ennek például van amúgy bármiféle jele? Tehát van itt közöttünk mondjuk tűzszerész, aki ért a dologhoz? Tehát hogy van-e valami különleges jele annak, hogy egy ilyen robbanó eszköz hatástalanítva van már? Van ilyen? Hát én értem, hogy szétszették így is, csak így nem 2-3 darabba, hanem konkrétan 400-ba szedték szét, meg hát ezzel együtt ugye az egész nappalit is, meg a konyhát, ugye, ahogy van. Valahogy szét kellett szedni, gondolták ez biztos ragasztva. Persze, kenegették ott enyvel, érted, a gyárba, hogy ne, hát így szokott ez lenni. Nem volt túl messze tőlünk, van baj náluk rendesen a toronyba. Hát akkor ismerjük őket? Puerto 1.0? Igen, ha jól látom, akkor igen. Mik ezek a zenék? Ezek valami normális muzsikát keressünk már. Rég volt már magyar Darwin díjas? Hát ők egészen bizonyosan azok. Nem lett amúgy hál az égnek semmi bajuk, tehát elkerülték azt, hogy személyi sérülés történjen, csak ilyen apróbb sérüléseket szereztek, nem volt komolyabb szituáció. Hál az ég. Ja, kérném a két csirke harci ordítása. Szelon, figyelj, itt az egyik, a másik meg most jön. Úgyhogy egészségedre, uram. Na most komolyan, kinek jut eszébe ilyen, hogy elkezd, érted, hevíteni a második világháborús robbanó anyagot, vagy lövedéket, érted, a gázrezson? Egyszer nem értem az embereket. Na mindegy, nem is ez a lényeg, várjál, következő szalagcím, most figyelj, ez is így történt Pécsen, tehát helyileg aktuális a dolog, azt mondja, hogy anya és lánya kívánta meg a bűnös fagylaltot. Na most... Hát nekem most így hirtelen elindult ugye a fantáziám, de teljesen tévút, úgyhogy ezt inkább tá hagyjuk. Azt mondja, a Baranya megyei rendőr főkapitányság közlése szerint vádemelési javaslattal lezárták azt a nyomozást, amelynek még a szeptemberi fagylalt lopási ügyben indítottak el. Anya és lánya nagyon megkívánta az édességet, és ez lett a vesztük. Na most, igen. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 44 éves sásdi asszony, 25 éves lánya 2015. szeptember 13-án 23 óra körüli időben sásd egyik vendéglátó helyének kerthelységébe bementek, majd onnan nagyobb mennyiségű élelmiszert, fagyit is tulajdonítottak el. A rendőrök az elvégzett adatgyűjtés eredményeként azonosították az elkövetőket, akiket másnap lakásukról állítottak elő. A nyomozóknak mindketten beismerő vallomást tettek, velük szemben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást a komlói rendőrkapitányság. Az ügyben megküldték a vádemelési javaslatot az ügyészségnek. Na most, ugye? Hát ezért fogyott ki a pisztácia, bizony, hogy így történt. Na most, érted? Tehát ez eretnekség? Mi fagyit lopni? Nem hiszem. Hát igen amúgy Klipszter, ez eszembe jutott az előző hírrel kapcsolatban, hogy azért a természetes kiválasztódás azért szépen lassan a felszín alatt azért bugyog rendesen is dolgozik. Tényleg, aki robbanószert akar melegíteni gázrezsón, hát szóval, na, most értitek. Na, szóval miért? Megkívánták a bűnös fagylaltot. De hogy lehet ilyen szalagcívet izé? De most komolyan, mit gondoltak ezek? De hogyha már élelmiszereknél tartunk, a másik nagy kedvenc, megpróbáltak megzabálni, ez a szalagcím, megpróbáltak megzabálni 4 tonna rist, de nem jött össze.
nem hitelesíti a rekordját a Guinness világrekordok zsűrije annak a 300 kelet-kínainak, akik úgy... Szeretném megkérdezni, hogy jött az ötlet? Azt mondja, 300 kelet-kínainak, aki ugyan több mint 4 tonna rizst megsütött, de annak egy része veszendőbe ment, erősítette meg a szervezet térségi marketing igazgatója hétfőn a Hishua hírügynökségnek. Csak sikerült kimondani. Sharon Yang közölte, a Yangchui szervezők elismerték, hogy mintegy 150 kg rizs veszendőbe ment. A szabályok szerint azonban, ha bármilyen étel érintett egy rekordkísérletben, azt el kell fogyasztani. Ennyi. Arrohadtak, nem tudták megenni. Mint kimondtam, bár törvénysértés nem történt, ők a történések erkölcsi, hagyományokat érintő és a vallási vonatkozásait is vizsgálják, mikor döntenek egy rekordról. Az érintettek, akiket már értesítettek a kizárásról, illetve annak okáról, elfogadták a bírálatot. Hát majd még szembe mentek, vesz, mit csináltak volna velük, megdobálják őket rizssel, vagy micsoda? Azt mondja, utóbb kiderült, hogy a szóban forgó másfél mázsa rizst végül a sertésekkel etették fel, hát azért megoldották, etették fel Chiangsu tartomány idén 255 éves településén. Azért belecsempésztek egy kis promót, hogy hát 255 éves a település. A helyiek a város születésnapja alkalmából döntöttek a rizs sütési világrekord megdöntése mellett, amelyre 4 órát szántak az elmúlt 7 péntekén az évfordulós ünnepségek keretében. A helyi specialitásnak számító sült rizs tengeri uborkával és más hozzávalókkal ízesítettek, és abban a hitben fejezték be a főzés, hogy sikerült a törökországi rekordot túlszárnyalniuk. Édes Istenem. De most gondold el, most ott van az a hatalmas rizsmennyiség, és akkor neki készülnek, érted, bepromózzák, megesszük a rizst, nem tudom hány tonnát, na most ezt majd beletöltjük a szervezetbe, aztán odaállnak, és utána pedig végül, mivel nem sikerül, behúzott farokkal szépen hazamennek, érted? Hát most ezzel mit lehet tenni? Hát semmit az ég egyet a világon, hát ez van. Vigyétek. Hát körülbelül. Mármint micsodát? Mit vigyenek? Ja, ugye a rizst? Hát ezt fölzabáltatták a malacokkal. Azt fölzabáltatták a malacokat, tehát megoldották. Ez teljesen sima, azt megoldották. Na mindegy, hát nem értem az embereket, ez van. Viszont a másik nagy kedvencem, ez talán az utolsó, vagy várjál, lehet, hogy van még itt egy-kettő, amit érdemes lenne beolvasni. Várjál, azt mondja, hogy... Azt mondja, lejárt a mozdonyvezető munkaideje, ezért ott hagyta az IC-t Füzesabonynál. Az eset pénteken történt, Nyíregyházára tartó Dália IC mozdonyvezetője megállt Füzesabony előtt, és mivel lejárt a munkaideje, ott hagyta a vonatot. A döbbent utasokat a kalauz tájékoztatta kényszerű várakozás okáról, írja szombaton a Bors, a MÁV közleményben reagált a történtekre. Na most én el tudom képzelni azt, hogy emberünknek azért meglehetősen tele lehetett a csupra. Tehát van az a szituáció, és most eszembe jut hirtelen, tudjátok, az Összeomlás című film. Az nekem egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, az Összeomlás. Mert tipikusan az mutatja be, hogy mi az a szituáció, és hogy történik az, amikor a kisembernek tele lesz a töke, és konkrétan módszeresen végigmegy mindazokon, akik ugye az útjába kerülnek, és hát ugye maradandó károsodást szenvednek jelentős mennyiségben ugye emberek, ebből kifolyólag, és higgyétek el, ilyen szituáció bármikor bárkinél előfordulhat. Igen, mint a GTA 5-ben van ez a várjál, hogy hívják ezt, amikor megőrül a fickó, nem rage mód, vagy mi volt az, nem killing frenzy, az megint más, várjál, melyik volt az? Nem tudom, most eszembe jutott hirtelen a GTA 1, ha játszottatok vele még a hős időkben, akkor volt egy olyan, hogy Killing Frenzy, vagy valami, és Rampage, na az, így van pontosan. Na most ugye ebben a filmben, és nézzétek meg, mert tényleg nagyon jó a film amúgy, és baromi sokat lehet rajta röhögni is, hogyha van készítésetek némi fekete humorra, vagy legalábbis szeretnétek ilyennel találkozni, és szeretitek az ilyesmit, akkor mindenképpen. Mindenképpen érdemes, ugyanis hogy is hívják a figurát? Nem Dusty Hoffman, nem jut eszembe a fickónak a neve. Nem jut eszembe a neve, de biztos tudjátok. Szevasz, Mr. Gabber, jó reggel. Hali. Mi az illetőnek a neve? Nem jut eszembe.
ki a főszereplő az Összeomlás című filmben? Valaki mondja meg, könyörgöm. Michael Douglas, na igen, ő lesz az, így van. Így van, úgy kezdődik, hogy dugóban van a fickó, és konkrétan tele lesz a töke az élettel, és a kedvenc jelenetem az a... Mi az összeomlás? Ja igen, összeomlás. A kedvenc jelenetem az az, amikor bemegy a gyors étterembe, és konkrétan olyan kérdéseket feszeget, hogy, mert ugye az amcsiknál általában ez simán úgy megy, hogy bemennek az étterembe, a gyors étterembe, és ugye mindenki tegez mindenkit, ugyebár. És azon háborodik fel, hogy mi a bánatér tegezi őt, meg miért kellene neki tegeznie egy eladót a gyors étterembe, amikor soha nem őriztek együtt libát, soha nem ismerték egymást. Még a főnöke is, akivel már 10 éve együtt dolgozik, még őt se tegezi, érted? Hát akkor hogy a francba is? Amúgy miért nem ehető déli 12-kor reggelit, amikor ő reggelizni szeretne? Mert hogy onnantól kezdve már nem szolgálnak ugye fel reggeli kaját, csak és kizárólag ugye normális menüt, vagy ebédet, vagy valami ilyesmit. Hogyha ő... Mivel ő a fogyasztó, érted? Mi az, hogy hogy őt szabályt szabnak neki? Jó reggelt, Mr. Gaber, Badárcsi csergőset az úrnak. Oda néz. Szelor Reborn gerilla marketingbe kezdett, ahogy látom, az instant gaminges linkkel kapcsolatban. Hát csak támogatni tudom ebben a törekvésében, hát nyilván. Köszönöm szépen nagyon, bár mondjuk nem feltétlenül banános gumicukorra kell, de azért nagyon szépen. Köszi, uram, köszi. Angol is lehetne magázódni? Hát lehet úgy fogalmazni, hogy tiszteletteljes legyen a dolog, ez egészen biztos. Na, szóval a lényeg, hogy nézzétek meg az Összeomlás című filmet, mert érdemes. Jó reggelt, István 82, igen, Michael Douglas volt az illető. Milyen game lesz, a címből kiderül, hegyezd szemedet, és láthatóvá válik az információ, remélhetőleg besikerül fogadni, nyilván kód lesz, ez egészen bizonyos, úgyhogy Szeki, jó reggelt kívánom. Volt-e veletek valami hasonló olyan szituáció, ami esetleg furcsa volt, vagy hasonló volt, mint az előző hírek? Tibeti szövetfonó fakultáció. Az is van, nyilván. Angol a magázódás, yes. Ja. De figyeljetek, most, hogy így előhozod a tejtermékeket, ugye, azt nem tudom, hogy tudjátok-e rólam, nem is nagyon fontos amúgy, de egyszerűen nem bírok tejtermékek nélkül élni. Tehát a tej, a kávé, és amit a kávéba való tej, továbbá a krémtúró, hát ezek a tejtermékek, ezek nekem nagy gyengéim, és megmondom őszintén, hát a minap gondolkoztam el azon, hogy egy cég. Hogy a bánatba? De tényleg, és ezt most fejtsük meg. Hogy a bánatba lehet egy cégnek ilyen neve, hogy Milfina? Tehát, hogy ezen ti gondolkoztatok már, mert megmondom őszintén, én ezt az ügyet, ezt több szemszögből, több oldalról körbejártam, és hát abban szerintem megegyezhetünk, hogy nem feltétlenül szerencsés. Tehát nem feltétlenül szerencsés az ilyesmi, és hát most én ezt nem tudom, hogy milyen cuccokat gyártanak, tehát gőzöm nincsen róla, mert nem hiszem, hogy ettem, vagy az is lehet, hogy ettem, nem tudom. Magyar tejek a legjobb, persze, hát hogyne, meg a paprika, meg a pálinka, legfőképp. Milyen nóta megy? Hát most roppant fontos, Speed Machine Confrontation nevezetű nóta. Aldis cucc. Hát Aldi, elég, nem tudom, lehet. Kedvenc kávétejszín? Hát jó, hát akkor megegyezhetünk abba, hogy mondjuk jó cuccokat gyárt, ez teljesen rendben van, de hogy miért ez a név? Tehát, hogy nem tudom, hogy értitek, hogy mire próbálok itt utalni, de hogy tökös volt a marketing osztály. Hát igen, eléggé. Hát vannak azok a szituációk, tudjátok, amikor az ilyen jellegű reklám az célba ér. Lidl is? Most akkor Aldi is, vagy Lidl is? Hát fejtsük már meg. Purgatory Girl a Lidl is mellett tette le a voksát, míg Mr. Gabber Aldisra gyanakszik. Hát most akkor ki fog győzni? Hát ki az, akinek igaza van? Ezzel már én is gondolkoztam, de úgy érzem, direkt a név, érdekesség, és csak most tudtam meg, a Mizó két alapító nevéből száll...
Én ezt nem tudtam, halványlag gőzöm nem volt. Elvileg itt Pécsen is volt valami mizógyár, de aztán most már nincsen. De hogy miért, azt nem tudom. Kockazó, jó reggelt kívánok, hello, hello. Hát ők szoktak járni, kelni tutai. Igen, ez van. Szerintem Tesco-s. Hát akkor Tesco-s. Akkor lehet, hogy Aldi-s, lehet, hogy Spáros. Ezt most nem tudom, srácok, de ez most lényegtelen is. Csak hogy lehet ilyen nevet választani, de most komolyan. Külföldi. Akkor nem gondoltak rá, de hát ott is. Hát sőt, inkább jobban, mint itthon. Na mindegy, hagyjuk ezt. Amúgy a Lidl-be a csokikat kell megtámadni, srácok. Nagyon jók a csokik a Lidl-be. Ami Lidl. De mindenki Lidl-nek mondja, hogy tök mindegy. Mozaik szó. A csokikat kell megtámadni, meg a gumicukrokat legfőképpen, de ott sincsen banános, tehát azért ezt szeretném hozzátenni, hogy hiába, én vagyok az a figura, aki mindig áll, mindig egy 2-3 perce megáll a gumicukroknál, és nézem mindig, hogy nincsen banános gumicukrot, toporzékolok, és dühöngő csecsemőként ordítok, mint a fába szorult féreg, hogy most sincsen. És már eljutottam oda, hogy ezt a függőségemet, aminek a tárgya banános gumicukor, csak és kizárólag úgy tudom kielégíteni, hogy rendelni kell. Érted? De rendelni. Tehát ilyen megmaradt készleteket vásárolok fel módszeresen, és sajnos, hát még ez se elég. Ugyanis jelzem, hogy kezdek kétségbe esni, ugyanis a banános gumicukrom fogyóban van. Nagyon finom? Nagyon finom elvileg. Ja, hogy ez lenne a fordítás? Értem. Müllerben van banános vödrös gumicukor. Én ezt értem, de itt Pécsen kockazó. Tehát ezt mondd meg, tehát hogyha ott van, én oda megyek. Tehát a két stream között, érted, mondjuk holnap, vagy ma délután, fogom magam is megyek a Müllerbe. Tudod mivel? Targoncával. Targoncával fogok menni. Sőt, platósifával. Legfőképpen. Kevés? Nem tudtam többet adni neki, tutai. Hát, na várjál, tehát most akkor hogy van a dolog? Tehát, hogy mehetek a Müllerbe? Ja, Gödöllő, hát Gödöllőn. Gödöllő, hát én Gödöllőig nem megyek el, hát akkor megrendelem, ugyanott vagyok. Na, figyeljetek, van valami olyan dolog, amit megbeszélnétek? Valami téma vagy akár? Szevaszera, jó reggelt kívánok. Most már beszélgettünk arról, hogy hogyan lopták maffia módszerekkel a szendvicseket, ugye a MÁV alkalmazottak, ugye erről szólt az első hír. Beszélgettünk arról, hogy hát számos ilyen cikkről, de a kérdés az, hogy vajon van-e még valami, ami nyomja a szíveteket, vagy mindenképpen kikívánkozik belőletek, mert ha igen, akkor üvölcsetek. Jó reggelt, hali. Na szóval a lényeg, hogy van ez? Van még valami, ami belétek szorult, vagy mehet a kód? Ez itt a nagybani kérdés. Srácok, még mielőtt esetleg beírjátok azt, hogy miről szeretnétek beszélgetni, vagy mi az, ami nyomja a szíveteket, vagy ami hát tulajdonképpen érdekes lehet. Előtte azért eldarálnám a menetrendet. A következő helyzet, visszaálltunk ugye normális menetrendre, értve ez alatt, hogy hétfőn, kedden, csütörtökön, péntek, szombat, vasárnap van adás, ami azt jelenti, hogy hétfőn reggel 9:30-tól, kedden 9:30-tól és 17:30-tól, csütörtökön 9:30-tól és 17:30-tól, pénteken 9:30-tól, szombaton 9-től, vasárnap 9-től és 16 órától. Változott egy picikét, nagy valószínűséggel át fogjuk rakni a csütörtöki Mozaik streamet majd a jövő hétre, viszont helyette a Sunday Return-t nagy valószínűséggel befejezzük. Ez a terv, jó? Aztán meglátom, mert lehet, hogy ravasz tervem győzni fog, de lehet, hogy nem fog sikerülni, majd meglátjuk. Targoncára van jogsi, akkor lehet, hogy te fogsz nekem segíteni, de mondom, a targoncánál sokkal jobb lenne, hogyha platósifával tudnánk kivinni azt a rengeteg banános gumicukrot. Egyszerűbb lenne a dolog. Mi a véleményed arról, hogy sokan úgy alkotnak véleményt, hogy nincs véleményük? Hát eleve paradox a kérdés, Szelon. Tehát most nem akarok megbánni, de hogyan? Tehát hogyan alkot véleményt, hogy nincs vélemény? Hát most nem is értem, várjál. Csak azért alkotnak valami véleményt, hogy beszóljanak. De nem értem. Ez, én most megmondom őszintén, tehát egy loopot képzett ez az egész történet. Mikortól lesz kod? Hát szerintem hamarosan, mindjárt. Nem folytatjuk a tegnapi témát? Na várjál, mi volt a tegnapi téma? Tehát világos is, meg elmém egét, légy oly kedves, nickname hú, jó? Tehát hogy hagyd borzadjak már rá én is a végső valóságra.
A tövis palántálásról leálltam? Le. Szerintem igen. Ja, srácok, figyeljetek, most jött az információ ebben a pillanatban, megjött az e-mail, most megnézem, hogy mi van. Azt mondja, hogy... Várjál, most olvasom el, hogy elmondhatom-e nektek, jó? Mert mondtam, hogy lesz egy együttműködés, és beszélhetek-e róla, azt megkérdeztem, viszont gyorsan elolvasom, hogy beszélhetek-e róla. Június 1-én beszélhetek először erről. Hát akkor erre még várni kell egy picit. Jó, akkor erre még várunk egy hangyányit, minden esetre egy olyan dologról lesz szó, ami nektek egészen biztos, hogy tetszeni fog. Kod lesz benne, jó? Tehát nem kell félni, hogy tövis palántálás, meg egyéb ilyen harci cselekmények fognak záporozni, nem, semmi ilyesmi, kod lesz, nyugi. Jó? Úgyhogy ez a szitu. Hát utalja a rendvideósokról. Én azt gondolom, hogy ezzel hatalmasat gurítani hosszú távon nem lehet. Mert lehet ezzel rövid távú nagy sikereket elérni, hogy megnézik azt, hogy az aktuális streamer, aki mondjuk botrányba keveredett, és micsoda dráma van kibontakozóban, és hújújúj, meg hihihi, az mondjuk sikerre vihet egy olyan pár hónapig, ami tök jó, de aztán szépen elkezd lanyhulni majd az érdeklődés az adott csatorna irányába, és na. Szóval eleve az a koncepció, hogy valaki abból próbál meg ugye előnyt kovácsolni saját maga számára, hogy mások szennyesét teregeti ki, és elemzi, hogy ki miért milyen, megmondom őszintén, tőlem meglehetősen távol áll. Én amikor kérdezitek a B-turbós ügyet, én is úgy vagyok vele, hogy nem az én tisztem ez, meg engem őszintén szólva ez úgy nem is nagyon érdekel. És most mind a mellett, hogy erről már beszélgettünk, annyit mondanék csak, hogy neki se lehet egyszerű ez. Most függetlenül attól elvonatkoztatva, hogy most hogyan járt el meg minden, ez nem az én tisztem, hogy erről beszéljek. Ennyi. De a rendvideósokra visszatérve, nem tudom, tőlem távol áll az ilyesmi, nem is tartom egy hosszú távú jó projektnek az ilyesmit, mert nem tudom. Na, értitek, hogy mire gondolok? Végre élőben fogok streamelni, Kodod? Hát mi eddig hogyan csináltam felvételről, vagy micsoda? Nem, hát azt nem szabad. Ezt mondta a Twitch az utóbbi időben, de hát no. Nincsen drop hajkurászás felvett videóról, visszajátszás, stb. No. Szerintem meg egyértelműen azok az emberek gyűlnek össze nála, akik nem kedvelik. Ja, hát lehet. Megmondom őszintén, ez a része ez engem az internetnek idegen, hogy... Na, viszont érdekes figyelni, hogy hogyan, miként eszkalálódik a szarviar, amikor belecsapják ugye a fekáliát a ventilátorba. Na, de lényeg, hogy szerintem podozgassunk egy kicsikét, ugyanis indokoltá vált az elképesztő győzelem vihar, vagy valami hasonló, úgyhogy neki is iramodunk, megnézzük, hogy van-e valami újdonság itt a kodba, jött-e valami új bundle, vagy valami hasonló, kicsit multizunk, aztán utána mehet a Warzone. Egy vagy két kör multi, aztán pöröghet is. Mint majom, fütykösén a Stanecli. Jó reggelt, Toxic Dog, jó reggelt neked is, Kugel Fang, szevasz, szerintem... Oké, bőr vagyok. Üdv mindenki, szevasz bőr. Jó reggelt kívánok. Srácok, módosítom gyorsan a címet, meg ilyesmi, nem tudom, valami jópofa címet kellene kitalálni, például legyen az, hogy Soft, Tunkolás és Gyönyör. Ez például szerintem megfelelő lesz, és megfelelően átadja azt az életérzést, amit itt próbálunk közvetíteni. Nézzük akkor. Kod. Oda recsentjük, és már ott is van. Szemfülesek, akik ráfrissítenek amúgy az adásra, azok láthatják, hogy megváltozott a cím. Remélhetőleg ez tényleg így van. Moderátor tímet megkérném, hogy legyen már olyan kedves valami fajta visszajelzést adni erről a harci cselekményemről, hogy a foglalkozás elérte célját, sikerült átírni a címet, avagy sem. Legyetek olyan kedvesek, hajrá!